Köszöntöm a kedves nézőket, Reisz Pál ferences szerzetes a beszélgető társunk. Pál atya azért is különösen kedves számomra, mert életem első eleven ferencese, akivel találkoztam. A 80-as évek elején a Felső Krisztinavárosi plébános Hajdárpád vendége volt Pál atya, meg Tihamér atya, és én, mint a fiatal újságíró, újemberes újságíró és a plébániának tagja, meghívást kaptam erre a kis beszélgetésre, és hát akkor láttam két ferencest magam körül. Ferences öreg diákok a szerkesztőségben voltak, de eleven ferences te voltál, illetve az egyik te voltál életemben, és azóta nyomon követem életutadat, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ismerhetlek. Az egyik legidősebb, legtöbbet tapasztaltabb ferences tagja vagy a ferences rendtartománynak, amelynek több mint 100 tagja van, de azt hiszem, hogy úgy rangsorban a rendbe lépési időpontok szerint az első 10-be vagy. Mikor láttad meg a napvilágot, hol? Kezdjük az elején. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hát örülök, hogy ilyen hátterem van, hogy ilyen ellenőrzés alatt áll az élete, hogy ilyen komoly emberek is tudják, hogy mikor találkozottak velem, hát az számomra ez egy megdicsőülés, hogy így mondjam. Reisz Péter néven születtem, Péter névre kereszteltek Gyöngyösön a ferences templomban. 1942-ben. Akkor a Zsigmond atya volt a házfőnök ott a ferenceseknél, és aztán így a nevek kiosztásában is beleszólt. Az enyémben érdekes módon nem, de a utánam következő húgom az elment ugye édesapjával a keresztelőre 6 napon belül a születése után, és a Zsigmond atya meglepődve hallotta, hogy édesanyám szerint Bernadettnek kell keresztelni. Hát ilyet mi nem keresztelünk. Mária lesz a neve. Kész. Azóta is Máriának hívják. Pedig édesanyám is Mária, és tele volt már a család Marcsikkal, Mariskákkal, Maricákkal. Úgyhogy édesanyám ezt megelégelte. És hát nem jött össze az, hogy Szent Bernadett, aki akkor volt friss szent, hogy ő is bekerülhessen a családba. Hát Péter apostol fejedelem, avval nem lehetett problémája Zsigmond atyának. Azzal nem lehetett problémája, sőt később se, mert novicius koromban más nevet ígértek, illetve kaptam, amit a noviciátusomat annak idején egy betegség megszakította, hogy csak fél év múlva folytathattam. Mire visszajöttem, hát az elhunyt Slotti Pál atya, aki a rendnek nagy kiemelkedő egyénisége volt, és hát Rómának közvetlen felelőse volt Róma felé a rendért, és az ő nevét gyorsan megörököltem. Tehát apostol fejedelemtől apostol fejedelemig tulajdonképpen ebben össze lehet foglalni. Igen, pontos. Név karrieredet. Pontosan. Úgyhogy most a nevemet is általában úgy írom, hogy mind a kettő valamilyen módon érzékeltetve legyen. Hát Péter és Pál együtt vannak a naptárban. Így van, és együtt is ünnepeljük, igen. Nagyon jó. Hát Gyöngyös, akkor te vagy egyike azon ma még élő ferenceseknek, akik az 1950 előtti ferences életről emlékeket őriznek a szívükben, mert hát ferences templomban kereszteltek, abban az időben, amikor ott voltak a ferencesek, 1950-ig ott voltak Gyöngyösön a ferencesek. Igen, hát rövid ideig még ott lehettek, de akkor már fekete reverendába jártak, akik ott maradhattak. 50 után? 50 után, egy vagy két év, de utána azokat gondosan eltüntették a városból, hogy még nyoma se maradjon a ferenceseknek. Ez nem egyházi előírás volt, hanem hát állami nyomás volt. És akkor a Zsigmond atya, aki éveken keresztül nagy hatalom volt Gyöngyösen, és hatalmas nagy tekintélynek örvendett, hát bizony valahová a főegyház megye, Egri főegyház megyéről van szó, annak egyik sarkába káplánként éldegélt, úgy, ahogy megélt. Ő az a Zsigmond atya, aki a Szentföldön tanult, és aztán szentírás tudományt tanított a későbbi növendékeknek? Igen, akkor is ez volt a feladata, mert Gyöngyösön volt a klerikátus, és Zsigmond atya volt az egyik legelismertebb lektor azzal, hogy legalább 5 évet töltött a Szentföldön, ahol francia, olasz nyelven kellett neki előadásokat tartani, vagy meghallgatni, és azokon a nyelveken kellett tanulmányozni a szakirodalmat, illetve hát meg kellett ezeket tanulnia neki. Tehát egy világjárt ember volt, nyelveket beszélő ember volt, és a szaktudománynak a nagyon kiváló ismerője. Ugyanakkor ő volt a teológiának a igazgatója is.
és ugyanakkor ferences plébános és házfőnök is. Hát el lehet képzelni, hogy milyen köztiszteletben álló ember volt. Családodról. Azt tudom, hogy édesapád a gyöngyösi katolikus iskolának volt az igazgatója, aminek aztán meglett a következménye 1948 az iskolák államosítása után, tehát egy bélistázott, deklasszált család voltatok, vagy lettetek. Igen. A gyöngyösi polgári iskola az egy különleges intézmény volt, valószínűleg egyetlen olyan polgári iskola volt, amely abban az időben egy nagyon jó, praktikus képzést adó intézmény volt, amely a plébánosnak volt alárendelve, illetve a föntartója a plébános, ott a gyöngyösi plébános. Nem a ferences plébános, hanem a Szent Bertalan, gondolom. Igen, így van. Nagy templom. És a klébesbergi időknek volt a különleges alkotása, gyönyörű dolgokat művelt az a miniszter annak idején, csak jellemzésképpen ennek a tantestületnek, amely abban az időben alakult, egyetlen egy tagja volt határon belüli. Mégpedig a főegyházmegye papja is az volt a hitoktató abban az iskolában. Többi mind a határokon kívülről jött, édesapám is. Honnan? Édesapám bácskai. Bácskai születésű, német anyanyelvű volt, Baján tanult meg rendesen irodalmi nyelvet beszélni, mert Baján a tanítás nyelve az nyilván magyar volt, és ő Kerénynek hívják azt a falut. Most valami istenverte neve van, egy gyilkosról, egy partizánról van elnevezve az igen, a falu. Igen, tehát ez a titói Jugoszlávia területéről. Akik kiirtották, módszeresen kiirtották azt a falut, a nagyszüleimnek is a faluját elsöpörték, eltüntették a földre, azok is német anyanyelvűek voltak. És édesapám ugye hát nem tudott otthon magyarul. A Grosshatter az szintén nem tudott, de őt besorozták a magyar huszárok közé, és ott megtanult, gondolom nem csak káromkodás nyelve volt az a huszároknál, hanem más is. Későbbiek során ez a falu Filippo Varro volt nevezetes, hogy nagyon sok szerzetes meg szerzetes nő származott. Bizony, König Kelemen és a testvére is odavaló, Király Kelemen néven ismerjük most, az egyik legnagyobb jó terője volt a rendnek, igen. Volt olyan időszak ennek a falunak, ennek a bácskai sváb falunak az életében, hogy 100 pap szerzetes apáca élő származott onnan egyszerre. Tehát valami nagyon katolikus nagyon falu sok, volt. Igen. Most egy darab katolikus nincs a faluba, úgy tudom, egy abszolút... Megszűnt az a falu gyakorlatilag. Elüldözték a németeket, magyarokat. Nem, elüldözték, meggyilkolták a nagy részét. Jártam ott, még a temetőnek a sírjai, azok is el vannak tüntetve. Szörnyű. Most Trianon után, vagy pedig a titói üldözések elől került át a te családod, tehát a 20-as években, vagy pedig 45 után? Édesapám az első világháborúban harcolt. Ő kántortanító volt, ez volt a végzettsége, amit megtanult, ugye nyelvet is, amit kellett Baján, és a gyakorló évét, vagy első évét töltötte, amikor behívták katonának. Természetesen, mint értelmiségi, akkor neki már magas rangja lett, tehát nem közlegény volt, hanem zászlós, aztán hadnagy, főhadnagy, ilyesmi rangjai voltak. Én képről ismerem, meg emlékszem rá, azzal játszottunk, hogy milyen érmei voltak, aminket az első világháborúba szerzett. Kétszer is megsebesült, és hát a gondviselésnek különleges fordulatai voltak az ő életébe, amelyeknek a révén ő megmenekült abból a vérzivatarból, és hát ráadásul ő tüdőbeteg volt. Hát az nem számított abban az időben, majdnem sokan voltak ilyenek. Morbus hungaricusnak hívták, és akkor, magyar halálnak. Így van, és akkor hát kikerült a Kárpátokba. Aztán a Kárpátokban mégiscsak vannak fenyők is, nem csak golyók, meg ágyú lövedékek. Aztán onnan meghízva jött vissza. Tehát a jó levegő és a jó táplálkozás megtette a társát, hogy táplálkozás milyen volt, hát gondoskodtak katonai módon róla. Úgyhogy ő ennek köszönheti tulajdonképpen az életét, mert valószínű ugyanolyan körülmények között, ahol ilyen alföldi viszonyok között, tehát az a betegség elhatalmasodott volna. Érdekes módon a testvérbátyja szintén tanító, kántortanító volt, az otthon maradt, otthon volt, és ő nem sokkal utána, háború után, spanyol náthába ő elhunyt.
Úgyhogy a különleges módon alakult az ő élete, hogy még a katonaság is, meg ez a háború is, ahol mondom kétszer sebesítés, kétszer is kapott kitüntetést, azok is drámai módon születtek ezek a kitüntetések, ez megmenekült. Hogyan kerültetek Gyöngyösre? Említetted ezt a polgári iskolát, igen, amelyben a határon túlról érkezettek voltak a tantestület, kivéve a hitoktató igazgatót. Édesapámnak azért volt módja arra, hogy a háborúban haza-haza lehetett jönnie szabadságra, akkor levizsgázott a polgáriskolai tanárságból is. Tehát megvolt neki az a szakvizsgája, ami ahhoz kellett. Na most, amikor visszakerült a háború után, akkor rémülten tapasztalhatták, hogy a Trianon elcsatolta az ő földjük, szülőföldjét, és hát a szerbek ugye helyezték oda az embereket, ahova akarták. Őt egész véletlenül, mert magyar kántortanító volt, német volt az anyanyelve, hát Koszovóba helyezték tanítónak. Hát azt a koszovói kitérőt ő már nem tudta elviselni, és akkor eljött Magyarországra, a zöld határon keresztül. 20-as évek legelején volt. Ez többször is vissza tudott még oda térni. Némi veszéllyel járt ugye a határon való átkelés, abban az időben még azért nem volt aknazár, meg ilyesmi, de azért mégis veszéllyel járt, de aztán itt ragad Gyöngyösen véglegesen. És így került ennek az iskolának a tantestületébe, később ennek az igazgatója lett, ennek a polgári, katolikus polgári iskolának. Ez tartott 1948-ig, 48-ban államosították az összes iskolát. Én 1948. szeptemberében kezdtem el a elemit. Abba az iskolában, ahol édesapám volt. Mutatták, még előtte, hogy végigjártam édesanyámmal azt a területet, hogy hol leszek majd, melyik lesz a tantermünk, ilyesmi. Hát szánalmasan nézett ki. Emlékszem rá, hogy az egyik tanteremben egy hatalmas, akkora lik volt a padlón, és szakadt be az emelet, ahol egy bomba esett. Hát azt még nem tudták megszüntetni olyan gyorsan. 48-ban még az ott átongott. És akkor nagy nehezen ugye beindították a tanítást, édesapám még akkor igazgatója volt az állami iskolának is, ami elemiskola lett attól kezdve, de már fél évkor nem volt az igazgató. Úgyhogy, és engem is többet magammal, általában olyanok, akikkel együtt minisztráltam, azokat átraktak bennünket egy másik iskolába, amelyik egy hírhelyett iskola volt, és oda jártak azok a gyerekek, akik hát általában nehéz fiúknak számítottak, és bennünket áthelyeztek a úgynevezett sóház iskolába. Gyöngyösen az fogalom volt a sóház. Valamikor ez sóhivatal volt, ami egy nagy jelentős intézmény lehetett, de hát abban az időben iskolának volt berendezve. És bizony kemény fiúk jártak osztálytársaim közé. Hát néha a tetvészkedésnek meg volt az eredménye is, otthon édesanyám kiirtotta azt, amit hazahordtunk, mert hát bizony a város legszéléről is oda jártak a gyerekek, úgyhogy nem egy könnyű iskola, nem az édesapám iskolája volt már. Hányan vagytok testvérek? Azt tudom, hogy nem te vagy a legidősebb, te követted a bátyáidat, akik az esztergomi ferences gimnáziumba mentek, jobb hián, de életük nagy ajándéka, gondolom, meg neked is. Igen, hatan vagyunk testvérek. A nővérem az 1948-ban itt Budapesten a pácák egyik iskolájába járt, egészen addig, amíg azt föl nem osztották, a rendeket föl nem osztották. Tehát ő elkezdte azt az iskolát, de csak hamar itthon találta magát, és ő lett a család fönntartó, mert gyakorlatilag arról szó se lehetett, hogy ő középiskolába bejusson, és akkor könyvelő lett, és évtizedeken keresztül ez volt a szakmája. Aztán már családosként gyermekei voltak, amikor el tudta végezni a középiskolát, a szakközépiskolát, amíg az ő szakmájának, meg közgazdasági szakközépiskolát, és hát mint könyvelő dolgozott egészen nyugdíjas koráig. Ő a legidősebb, aztán van még két fiú előttem, én vagyok a rákövetkező, és akkor van még két húgom. Most közülünk nem vettek föl senki sem, még gimnáziumba se. Tehát édesapámnak a kollégái ott voltak a gimnáziumba, de az ott is tanítottak a kollégák közül. Olyanok, akik oda jártak hozzánk, esetleg vendégségben, évnapokra összejáró emberek voltak, akkor még ilyen szerepelt a közösségi élet, meg ez a formája, és akkor hát nem vették fel két bátyámat, Gyöngyösre, ők elmentek egyháziskolába. A bátyám az idősebbi Kecskeméten kezdett
tette, aztán Esztergomba került, oda került a kisebbik bátyám is, és harmadiknak, én már nem is jelentkeztem a Gyöngyösi gimnáziumban, mert reménytelennek látszott, 1956-ban kezdtem a gimnáziumot. 1900-ak utána egy húgom, a szintén gimnáziumban jelentkezett, ez 57-ben volt a nagyobbik húgom, aki fölvételt nyert. 57-ben még olyan szelek mutatkoztak. Igen, hogy, már is még. Igen, de ez nem sokáig tartott, mert amikor a legkisebb húgom 1960-ban jelentkezett, már megint nem vették fel a gimnáziumba. Úgyhogy nagyon stílusosan ment végig ez. Ő is Szentendrén érettségizett egyébként. Édesapád tanárként azután, hogy letették az igazgatóságról, nem egyszer, dolgozhatott, ugye? Egyszer kapott ilyen megbízást, hogy kántor kisegítő legyen, de hát akkor szépen voltak még kántorok, tehát ezek az állások, hogy így mondjam, be voltak töltve ott a környéken. Édesapámnak ez egy szép foglalkozása volt, aztán hát éjjeli őr volt, fizikai munkás, emlékszem rá, hogy a Gyöngyösi kisvasútnál ilyen ekkora dobozok voltak, amelyeket meg kellett tölteni szénnel, de hogy a szén az elég apró legyen, neki össze kellett törni csákánya, vagy valamilyen kalapáccsal. Megtöltötte, és akkor így berakta így a mozdonynak a megfelelő helyére. Kemény fizikai munkát Igen. kellett végezni édesapádnak, és ezért is a nővéred volt a család fönntartó, mert neki volt a nyugdíjhető fizetése. A nevetséges összeg volt. Nem tudom, ilyen 300 alhány forintra emlékszem a nyugdíjra, mert nyugdíjba ment, ugye valami nyugdíja volt, de ez csak, azt hiszem csak jelképes összeg volt. Hogy élte meg ezt édesapád? Megkeseredett? Vagy nem vesztette el az életkedvét? Nem tudott megalkudni. Az egyszerűen kizárt volt. Egyszer belebocsátkozott egy megalkuvásba. Elmondom, hogyha esetleg ilyen érdekesség. Mert az történt, hogy amikor fizikai munkán volt, akkor megtűrték. De volt valami pártitkár, aki valószínű tanítványa volt, és adott neki egy pofont, mert édesapám keze elég szépen eljárt. Otthon a családban is, meg az iskolában is, akkor ez úgy hozzátartozott a neveléshez. És akkor édesapám a gyárban, ami váltó és kitérő gyár néven futott, MÁV-hoz tartozott. Váltó és kitérő gyár? Igen, ez volt Gyöngyösen, egy új. Tehát ilyen vasúti kellékeket gyártottak. Diós Győrnek volt az egy ilyen leányvállalata, vagy nem is tudom minek, miért helyezték ide, mikor ott gyártották a vasakat, meg ott készítették elő. És akkor édesapám oda bekerült, de nem abban a minőségben, hogy amit végzett, mert hát ugye németül beszélt, tolmásolt, szükség volt. Mert külföldre is igyekeztek eladni dolgokat. Aztán hát intelligens emberek voltak azok a bolsevisták is, akik ott vezették ezt a vállalatot, és akkor az ő szárnyuk alatt ő bekerült oda, de nyilvántartásban fizikai munkásként szerepelt. Na aztán úgy látszik, ezeket megszorították valamilyen módon, ezeket a vezető embereket, akik édesapámat éveken keresztül támogatták, hogy ott húzza meg magát, és hát hogy a hittan. Tehát a gyerekek mind hittanra jártak, ez akkor már nagyon nagy bűn volt, igen. És akkor hogy lehet itt megalkudni ezzel a helyzettel? És akkor én és apám sok feltörés után úgy alkudott meg, hogy megmondjuk a nyilvánosságnak, hogy édesanyám az ugye önállóan gondolkodik, és a lányok azok hittarra járnak, a fiúk, az egyedül én voltam már akkor, a fiúk azoknak nem kell hittarra járni, majd azok meg, ha kell, akkor majd pótolják más módon. Igen, mert a bátyáid már Esztergomban tanulnak hittan, de az már egy más tészta. És akkor csodálatos volt, mert hát ezt édesapám szépen elhatározta, talán meg is beszélte ottan azzal a vezető emberrel, aki hát egy különleges egyéniség volt, megjárt sok különböző bugyrait az életnek, és az se szívesen ment bele, de úgy látszik, hogy megszorították. És tartott éppen egy előadást a balesetvédelemre, meg hogy nem szabad ugye elkövetni a hibákat ezen a területen. És az történt, hogy megtartotta az előadást, de úgy látszik hosszúra sikerült, mert a vonat, amivel el akart menni, be akart jönni a városba, attól egy kicsit lekésett. Olyannyira, hogy mikor fel akart ugrani, akkor leesett a mozgóvonatról, és összetörte a lábát. Úgyhogy attól kezdve a hittan többet nem került szóba. Úgyhogy senkinek nem kellett otthagyni
a hittan oktatást, amiatt, hogy hát ilyen megalkuló helyzet állt elő. Na most ez iskolai hittan volt, vagy plébániai hittan volt? Iskolai hittan volt. Mindenfélével rémizgették az embereket. Mikor mentünk hittoktatásra beiratkozni, előírták azt biztos helybelileg, hogy két szülőnek kell ott lennie. Hát azért két szülő nem jutott, mert a férfiak általában akkor dolgoztak, és a nők pedig hát a háztartásban voltak, és azok mentek a gyerekekkel, édesanyámmal is így volt. Mikor mi oda mentünk, egy ellenvetés nem volt. Tehát ottan föl sem merült az, hogy lebeszéljék édesanyámat a hittarról. De a többiek, ahogy panaszkodtak, hogy most mivel ijeszgetik őket, hogy ezek gyerekek 8. után semmik se lesztek, és sehova se jutnak, stb. Hát az valami szánalmas volt. Ferencesek, kire emlékszel? A következő részben beszélünk majd gimnáziumi időszakodról, ebben a műsorban a gyöngyösi gyerekkorról. Hát egyrészt, hát 46-ban te még nagyon kicsi vagy, nem tudhattál arról, ami ott történt. Kis Szaléz, egykori rendtársad, 46-ban kivégezték Sopron Kőhidán, és egy államellenes összeesküvés főkolomposává nyilvánították, és borzasztó retorzió történt Gyöngyösön. Igen, hát körülbelül 50 fiatalt vittek el azon a címen. Hogy ezek közül hány halt meg ott a gyötrések, verések következtében, azt nem tudnám megmondani. De azt tudom, hogy mikor 1955 körül hazajött valaki, az utcánban lakó fiatal volt, hát ez megdöbbentem, mert ezek úgy beszéltek róla, hogy nem tudom, ez a nem tudom, sebők gyerek vagy. Na, tehát így emlegették. És egy... Hazajött egy felnőtt komoly ember, ugye? Tehát nem tudom, még 9-10 évi rabság után. És hát ennek szerencséje volt, idézőjelben mondom, mert egy csile levágta a lábát valamelyik bányába. És ezért hazaengedték azt a gyereket. Hát ez egy olyan szenzációs volt, Szalmának hívták, az volt a vezeték neve. Hát ez valami hihetetlen nagy történés volt, hogy hazajött egy már közülük. Hogy mennyire ült rá ez a politikai per a gyöngyösi emberek lelkére vagy hangulatára? Hát iszonyan félelembe tartották az embereket. Tehát valóban elérték azt a célt, hogy iszonyú félelembe értek. És ahogy beszéltek róla, a suttogások formájában, Szalézről is, mendemondák tömege volt, hogy hogyan kínozták meg, és volt, aki esetleg más ügyben találkozott vele benne a börtönbe is, amikor mesélték, hogy hogy nézett ki, ilyesmi, hát ezek eljöttek. Aztán a szomszédunkban volt egy puskás család, és akkor a puskás gyerek, hát az is, mikor hazajött, hát egy 50 év körüli fölnőtt ember, hivatalnok volt. Csak volt neki egy barátja, vagy ismerőse, aki nyilas volt, hát akkor ezt is elvitték. Nem is volt katolikus. Nem is volt katolikus, de a Kiszalész ügyben őt is elvitték éveken, hosszú évek után, valamikor 56 tájékán jött haza. Kire emlékszel még az Esztergomba érkezésed előtti időszakból a ferencesek közül? Hát a gyöngyösi ferencesek 48 közül. Után akkor kezdtem járni a minisztrálni. De hát én nagyon kicsi voltam még ahhoz, hogy ottan szerepet kapjak. A bátyáim azok mind szerepeltek ottan, meg minisztráns verseny volt, meg hát nagy élet folyt ott. Hát úgy apránként én is igyekeztem fölzárkózni, tehát nem nagyon volt lehetőségem, hogy minisztráljak, meg hát könyvet fölemelni, vagy a talpával együtt, vagy a tartóval együtt, az egy elképzelhetetlen előmutatvány lett volna számomra, tehát éppen csak úgy mellékesen. Úgy körülbelül úgy a 50 körül jutottam be oda, hogy önállóan minisztráljak. Akkor a Sekrest és a Szalész testvérlót. Az nagyon vonzó egyéniség volt, és nagyon kedves, és bizony a Szalész testvérlót a ferences számunkra. De volt ott egy teológiai tanár, a Lucius, attól mindenki félt. Én nem tudom, hogy miért kellett félni, de olyan volt a megjelenése, a modora, nagyon kimért ember volt. Ugyanakkor a gyerekeket még mégiscsak valahogy úgy kezelni tudta, azzal együtt.
Az Arucius egy jogász volt, és aztán elég szögletes volt a joggyakorlatába is, és a gyerekek számára ez nagyon föltűnt. Aztán ott volt a Gottfried atya, aki később aztán többször is volt rendi közös feladatom. Azon kívül ott volt Karácsony Aladár, a családunknak a régi barátja volt, édesapámnak a régi barátja, Özséb atya is ott volt, teológiai tanárok. A tanárkarnak a tagjait úgy körülbelül ismertem. Ezek ott voltak, ezeknek minisztráltunk, vagy legalábbis én kezdtem minisztrálni. 50-ig ők ott voltak. Igen. Az utolsó, akit szenteltek, ott Gáspár atya volt. Gáspár atya, azt egy kicsit hamarabb szentelték, de már akkor már megszűnőben volt a ferenceseknek az ott tartózkodása gyöngyösen. Ez 1950 táján volt. Nagyon szépen köszönöm, legközelebb a Frankával kezdjük, ahol 56-ban kezded majd a gimnáziumot két bátyádat követve. Reisz Pállal beszélgettünk, ferences szerzetes Sümegről érkezett, hogy életútjának főbb eseményeit és érdekes epizódjait megoszta velünk. Köszönöm a nézők figyelmét. Dicsőítessék a Jézus Krisztus. A viszontlátásra.